Szó. Elnök úr, tisztelt államtitkár úr, úgy esett, hogy egy egyébként baráti ország, Grúzia képviselői azzal fordultak Magyarországhoz, hogy az ország magyar nevét változtatnánk már meg. Úgy alakult ugyanis, hogy hát Grúzia az oroszból jött át magyarba, és őket most ez bántja, most nem kell vitatkoznunk, hogy ez helyes vagy nem helyes. Javaslatot is tettek, a Georgia, tehát vannak különböző javaslatok. Igen, érdekes kérdést vet föl ez a felvetés. Mi a Magyar Köztársaság politikusai, a patkó mindegyik részén kiállunk a szabad identitásválasztás mellett. Hát kit tered ez egy országra? Hogy egy ország azt szeretné, hogy ne úgy hívják egy más néven, hanem másképpen, akkor tiszteljük ezt az identitásválasztást. Tudom persze, államtitkár úr, hogy a kormány hiába dönt ebben, hogy az újságok miképpen írnak, ezt nem lehet befolyásolni, de azt, hogy a külügyminisztérium hivatalos honlapján hogy jelenik meg egy ország, hogy a hivatalos jegyzékekben milyen néven jelenik meg, ez mégiscsak fontos lehet ennek az országnak, amelyet ilyet kéri. Tehát a kérdésem tehát kettős, részben konkrét. Hogy készül a külügyminisztérium arra, hogy eleget tegyen erre a egyébként baráti és ártalmatlan kérésnek, hogy úgy hívjuk az országokat, hogy azt ők szeretnék. És kettő, ha kitérne arra, hogy mit gondol a külügyminisztérium, a szabad identitás választás, vajon kiterjed-e egy ilyen, egy országnak nyilván fontos kérdésre, hogyan hívják őt egy más állam, egy más népnyelvén. Köszönöm szépen előre is megtisztelő válaszát.